kísérletet. Van itt egy ilyen félgömb, és vagy félkör alakú tárgy, hogyha beérkezik egy direkt nyaláb, akkor itt a közegen megtörik, és egy másik irányba megy tovább. Jó, ez csak ennyi. Ennyi. Ha forgatjuk, akkor más lesz a beesés és a törési szög. Szerintem ennyi bőven elég erről. Jó, tehát ugye azt láttuk, hogy ahogy forog ez a kis félhenger, úgy változik.